Cementet és gyapotot szinte alig tudtak beszerezni az építőanyagok értékesítésével foglalkozó cégek. A Kanizsai Alucsat BT kereskedés vezetője Verasztó Károlyné elmondta, a gyártók az alapanyaghiány miatt hosszabb átfutási idővel tudják csak teljesíteni a megrendeléseket. A helyi piac azt mutatja, legtöbben a szigeteléshez használatos termékeket keresik, válaszként az energiaárak növekedésére. A társaság eredetileg csatornázással és bádogos munkákkal foglalkozott. A későbbiekben kezdtek kereskedési tevékenységet folytatni. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően növekedett az alkalmazottak létszáma, a telephelyen csarnokot építettek, és a piaci tevékenységük is bővült. A cég üzemének tetejére napelemes rendszert telepítettek, így a villanyszámlájuk nem növekedett. A fűtés pedig fával történik, ezért a gázárak sem befolyásolják a működést. Az építőanyag iránti keresletben viszont tapasztalható visszaesés. Az áremelkedés pedig már tavaly elkezdődött. Az utóbbi hetekben már érezzük a visszaesést, főleg a lakossági vevők részéről. A kivitelezőknek vannak folyamatban lévő munkáik, őnekik szükségük van folyamatosan az anyagra, ők jönnek, vannak átnyúló munkák, amik még a következő évre is átnyúlnak, de a magánvevő már érezhetően kevesebb. Sajnos ezek az energia ár alakulások miatt bizonytalanabb a helyzet az embereknek. A lakossági fogyasztók a takarékosság miatt a gyapot és a hungarocell szigetelőanyagokat vásárolják leginkább. A termékek beszerzése egyre nehezebb, hiszen ezek külföldről érkeznek. Az importálás viszont jelentős többletköltséggel jár, ezzel is indokolható az áremelkedés. Szinte minden termék emelkedett, van olyan, ami kevéssé, talán az itomtégla, ami kevesebbet, tényleg csak talán 8-10% tavalyhoz képest, de nagyon sok termék 50-60-80% is, akár a faáru, beleértve lambéri, a hajópadló, a hungarocell, meg a hozzátartozó kiegészítők. Van, amelyik csak 30-40, úgyhogy olyan nagyon vegyes a kép, hogy melyik termék mennyit változott. Verasztó Károlyné szerint visszaesés várható az építőipari alapanyagok piacán a vállalkozások és a lakosság költségterheinek növekedése miatt.